Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna nézőit. Naptár szerint már beköszöntött a nyár, még hogyha az időjárás nem is mindig olyan, vagy pontosabban ehhez illő. Itt sajnos ugye a sportágokat tekintve is lassan uborka szezonról beszélhetünk, hiszen már a legutóbbi adásunk óta is több versenysorozat véget ért. Többek között ugye a férfi kosárlabda bajnokság, ahol az Alakerelmi a ZTE elveszítette a bronzcsatát a Körmend ellen, és végül a negyedik helyen zárt, de ettől függetlenül szerintem minden zalaegerszegi kosárbarát elégedett lehet a negyedik helyel, hiszen 6 év után sikerült ismét bejutni a legjobb 8-ba, sőt a legjobb 4-be, és karnyújtásnyira volt a bronz. Hát ez most nem sikerült, de reménykedjünk, hogy ez megint egy új kezdete, és nem csak egy fellángolás volt. És ugye befejeződött a férfi labdarúgó bajnokság és az NB1, a ZTE labdarúgói pedig ugye biztos bemaradóként a 9. pozícióban zárták a pontvadászatot. A kupagyőzelem mellett mondhatjuk, hogy így ez azért egy remek szezonnak volt mondható. Mindkét sportága, a kosárlabdával és labdarúgással is foglalkozunk ma a mai arénában, emellett pedig atlétika és küzdő sport szerepel a programban, aki teheti, tartson ezúttal is velünk. És kezdjük időrendben atlétikával, hiszen még május végén rendeztek itt Zalaegerszegen egy országos diákolimpiai döntőt atlétika sportágban, és kollégáim ott is voltak a helyszínen, a Városi Sportcentrumban. Több próbatétel is várt az atlétikában jeleskedő fiatalokra. Távolugrásban, kislabdahajításban és síkfutásban is megmérették magukat. A szombathelyi Zrínyi Ilona általános iskola csapata 4x100 méteres váltóban megnyerte a diákolimpiát, több próbában is a dobogóra készültek. A kedvenc mindenkinek más, mindenki másba jó. Legtöbben a futásnak örülünk, vagyis hát azokban vagyunk a legjobbak, és próbálunk jó teljesítményt nyújtani. A több próba sorozatban 24 ezer tanuló indult idén. A harmadik korcsoport legjobbjai versengtek Zalaegerszegen. Tegnap 480 rajthozállás volt, a mai nap folyamán, mivel négy próbázik 260 versenyző, az azt jelenti, hogy 1040 rajthozállás lesz, a 7 versenybírósággal, közel 70 versenybíróval tudjuk megrendezni. Több mint 35 éve rendeznek diákolimpiákat a magyar iskolarendszerben. A sportágak körében az atlétika a legnépszerűbb. Évről évre több mint 150 ezer tanuló indul el a diákolimpián, több mint 50 különböző sportágban. Értelemszerűen a sportban ügyes, tehetséges gyerekek, akik bekerülnek az iskolai csapatba, az iskolai válogatottba, ők kapnak lehetőséget a diákolimpián való részvételre egy felmenő versenyrendszerben, előbb körzeti szinten, majd megyei szinten végül a legjobb eredménye rendelkezők országos szinten is elindulhatnak. Az országos döntőben a legjobb csapatot és a legeredményesebb egyéni versenyzőt is díjazzák. Hát labdarúgással folytatjuk. Köszöntöm nálunk Kóca Balást, a Hajrá Magyarok focitorna egyik főszervezőjét. Jó estét, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a kedves televízió nézőket! A torna már nem új keletű itt Zalaegerszegen, és át is adom a szót, hiszen hamarosan újra megrendezitek. Hányadik alkalom lesz ez? Hol lesz a maga a viadal? És hány csapatot vártok, illetve egyáltalán vártok-e még csapatokat? Hát ez most már a 8. alkalom, ezt kimondani is beleborzogtam. Nem gondoltuk volna 2016-ban, amikor a labdarúgó Európa-bajnokságra kijutó magyar válogatott ünneplésén céljából megrendeztük az első ilyen rendezvényt. Marton Viktor barátommal, ő a társszervező, együtt rendezzük ezt az eseményt most már 8. éve, és a 8. alkalommal. És hát kinőtte az a dolog, kinőtt belőle egy olyan dolog, amit nem is gondoltuk még mi se, úgyhogy nagyon sikeres, és nyugodtan mondhatom nagy képviség nélkül, hogy a legmenőbb zalaegerszegi labdarúgó torna. Idén is természetesen az adott helyszínen, a Petőfi Sándor általános iskola műfőves pályán, az udvaron, remélhetőleg remek időben, mint mindig, az Egerszeg Fesztivállal egy időben, június 17-én, szombati nap rendezzük meg a tornát. Már reggel 8 órakor indulnak a mérkőzések, és egészen 6 óráig befejezzük, hiszen 6 órakor nagyon fontos sorsdöntő labdarúgó válogatott mérkőzés, ugye Montenegro, Magyarország, Podgoricában, úgyhogy közösen meg szeretnénk nézni és kiszurkolni a magyar győzelmet,
Úgyhogy igazából nyeggen 8-tól este 6-ig folyamatosan megy majd a foci, a kispályás foci. Egyelőre 12 csapattal állunk jelen pillanatban, de rengeteg az érdeklődő. A válogatott meccs miatt 16 csapatot várunk összesen, vagy annyi lesz a plafon. Úgyhogy még, akik nézik az adást, és még kedvet kaptak, akkor nagyon gyorsan nevezzenek, mert még van nagyon kevés hely, de van hely, úgyhogy lehet jelentkezni. Egy tényleg egy nagyon-nagyon szerethető tornáról beszélünk, értékes nyeremények, egy közel 70 000 forint értékű éttermi kupon, például a fődíj, egy ilyen csapatbankett, ami szerintem eléggé ritka, hogy ilyesmi típusú díjazás, hogy egyáltalán csapatok versenybe szálljanak, de rengeteg más értékes nyereményt is lehet nálunk szerezni, hogyha jelentkeznek focizni a labdarúgás szeretők. És hol lehet ugye jelentkezni? Közösségi felületeken, vagy személyesen kell titeket felkeresni, illetve hát hány fős csapatokat vártok, mi lesz a lebonyolításnak a rendje? Természetesen a közösségi médiában aktívan jelen vagyunk, tehát az legnagyobb internetes közösségi média felületen megtalálhatóak vagyunk, illetve van egy honlap címünk, ez a hajramagyarokfocitorna.ewk.hu, ezen van egy nevezésfül, ott minden fontos információ található, illetve hát, az említettem, a honlapon és a közösségi médiában is megfelelő telefonszámok vannak, amin el lehet minket közvetlenül érni, és természetesen adunk tájékoztatást minden részletről, a nevezési díjra, van lehetőség arra, a nevezési díjba kedvezményt adunk, ha a játékosok magas számban fiatalkorúak, 10 főt lehet egyébként nevezni, ha 10 főből 7 játékos még nem múlt el 18 éves, akkor jelentős 10 000 forintos kedvezményt adunk a nevezési díjból. Volt is példa, hogy fiatalok jelentkeztek, ezek nagyon fontos, hosszú távon gondolkodunk, remélhetek ezek a fiatalok előbb-utóbb újra majd újra visszatérnek hozzánk. A mérkőzések, mondom, csoportmeccsek lesznek, utána egyenes kieséses rendszer, hány fő léphet egyszerre pályára csapatonként, illetve a játékidőre is, hát ha ez még valakit így a nevezéshez csábít, vagy éppen elrettent. Igen, hát 16 csapatról beszélünk, a 16 csapatos lebonyolítási rendszer a következőképpen néz ki, 4 darab 4-es csoportot fogunk csinálni, reggel, illetve délelőtt 2 csoport, délután pedig 2 másik csoport, minden csoportból 2 csapat jut tovább, az egyenes kieséses szakaszban 8 csapatot viszünk tovább, 4 plusz 1 egyébként, úgy szokták mondani, kispályán 4 plusz 1, tehát egy 4 mezőnyjátékos, 1 kapus van egyszerre a pályán, de nyilván cserélni bármennyit lehet, ahogy ez a kispályás fociban ugye alap, és akkor hát nagyjából azt kell mondanom, hogy jelenleg az olyan 13-14 perc körüli mérkőzés számok vannak, ami lehet, hogy nem tűnik olyan kevésnek, de higgyék el, aki a pályán van, nagyon jó időben, hát el lehet szépen fáradni. Tehát váratlanok egyszer 14 perces meccsek lesznek, és már az időt említetted, ha esetleg nem olyan lesz, mint amilyen tavaly volt, amikor ugye rekkenő hőség volt, hanem mondjuk olyan, mint ma. Tehát esőben is megrendezésre kerül ez a viadal. Szerencsére ugye a műfűnek van egy olyan specialitása, vagy speciálisan, hogy ugye nincsen sár, nem csúszik annyira, hát már csúszik, de nyilván kényelmesen lehet rajta futballozni. Nagyon jó minőségű egyébként maga a pálya. Én abban nagyon bízok, hogy általában minden egyes évben június közepén rendezzük meg ezt a tornát, szinte mindig a június második vagy harmadik hétvégén. Egyelőre lekopogom, mindig jó időnk volt, egy-két kivétel, egy-két eső, gyenge eső kivételével. Én bizakodó vagyok, remélhetőleg most is így lesz ez a tapasztalat. Természetesen azok a játékosoknak, meg pedig biztosítunk majd megfelelő helyet, hogy esetleg esik, akik éppen nem vagy a nézőknek, ahogy esetleg akik nézik a mérkőzést, hogy ne ázzanak meg, de nyilván mondom, legyünk bizakodók, és jó idő lesz. Így van, bízunk ebben, de a lényeg az, hogy ha esik a fúj, mindenképpen lesz torna. És ugye a tornátok velejárója szokott lenni, egyéb más, mondhatjuk így, rendezvény, itt a torna égisze alatt, gálameccsek, esetleg jótékonykodás, idén lesz-e valami hasonló, régebben volt külön a hölgyeknek büntetőrugó verseny, most várható-e bármi? Hát a női rugóverseny az nekünk már olyan szintű hagyomány, hogy szerintem a hölgyek föl is háborodnának, hogyha nem tartanánk meg, úgyhogy természetesen ez része a programnak.
egy zalaegerszegi szoláriummal kötöttünk megállapodást, ami úgy néz ki, hogy lehet, hogy életre végéig szól. Azt mondta a vállalkozó úr, hogy amíg annyira tetszik neki ez a dolog, hogy ameddig a tornát tartjuk, ő mindig felajánlja ezt a nyereményt. Arról van szó, hogy a hölgyeket összetoborozzuk a helyszínen, és üres kapura kell egész pályáról beburítani a labdát a kapuba, és a győztes az egy értékes szolárium bérletet nyer. Ez alap, tehát ez meg lesz. Idén is ez mellett szeretnénk még két olyan kísérő programot tartani, amely szerintem jelentős említésre méltó. Egyik az, hogy Zalaegerszegen alakult egy Techball Egyesület. Szeretném meghívni a Techball Egyesület tagjait, ott egy bemutató mérkőzést tartani, ahogyan is a pálya mellett van egy asztal, ott akkor ezt kihasználjuk, illetve ki lehet próbálni a sportágot olyanokkal, akik elmagyarázzák a részletes szabályokat, a különlegességét, és mutatnak egy-két érdekes fogást, hogyan kell ezt a sportot jó magas szinten üzni. Élmellett pedig a legfontosabb kísérő rendezvényünk természetesen jótékonysági gálamérkőzés. Ezt a korábbi években is volt erre tapasztalat. Választottunk két szervezetet, a Nyitott Szemmel Alapítványt, illetve a Zalai Kutyás Terápiás Mentő Egyesületet. Ők nekik szeretnénk egy gyűjtést rendezni, és egy gyűjtést keretében pedig egy jótékonysági gálamérkőzést tartani, ahol szeretnénk ismert embereket, sportolókat, zenészeket, művészeket, közéleti személyiségeket meghívni. Ott két csapatot toborozunk a megjelent ismert emberekből, és egy ilyen kis laza, negyedórás kis és bemutató mérkőzést fognak rendezni, amivel, és persze pedig gyűjtést adtunk, és fölhívjuk a figyelmet mind az Egyesület, mint pedig az alapítványnak a áldozatos munkájára. Ezzel kicsit segítenünk, egy kicsit tegyünk közösen a jóért. Nagy dolgokat, még nagy neveket nem tudok bejelenteni. Akik már nekem megígérték, hogy megjelennek, azok a közösségi média fenne gyerekei, az országosan ismert trollfoci közösségi oldal két ominózus szereplője, egyikük egy zalaegerszegi fiatalember, egyébként a Varga Vencel. Ők biztos, hogy megjelennek, illetve többek között a sportolók közül. Már ígéretet kaptam Molnár Benjamin küzdősportolótól, illetve Heidrich Róberttől, a minden idők legtöbbszörös magyar válogatott kosárlabdázójától. Úgyhogy ők remélhetőleg már ott lesznek, most már muszáj eljönni, hiszen bejelentettem a tévébe is. Nem mondhatják le, de az mellett még rengeteg mást, játékost és sportot szeretnénk, többek között például remélhetőleg a friss kupagyőztes zalaegerszegi labdarúgó csapatból is. Ha már a kupagyőzelmet említetted, akkor röviden csak, hiszen ugye a sport nem csak a futball szerelmesei vagytok, de hát akkor maradjunk a focinál, a szervezőknél. Te, mint most mondjuk azt, hogy szurkoló, hogyan értékeled az ETA idei szezonját, említetted a kupagyőzelmet, és hát végül 9. hely lett a vége, de azt hiszem a bemaradással most mindenki elégedett lehet. Igen, egy nagyon fiatal csapatról van szó, az Zalaegerszegi, a bemaradás abszolút egy bravúrnak számított, meg egy nagyon erős mezőnybe. De hát a kupagyőzelem meg egy pláne bravúr, azon szerencsések közé tartozom én is, akik ott voltunk a helyszínen, a Puskás arénába, és közösen szurkoltuk ki a győzelmet, egy nagyszerű élmény volt. Tehát én 2002-ben a bajnoki cím ünneplésekor is ott tudtam lenni a stadionban, azaz követő Manchester United elleni mérkőzésen, győzeses mérkőzésen szintén ott tudtam lenni. Nagyon nagy élmény volt nekem a korábbi 13-as kupadöntő, és ott ugye nem tudtunk végül ünnepelni, de maga a körítés és élmény, a szurkolás a régi Puskás stadionban nagyon nagy élmény volt. Hát ez a mostani győzelmez pedig aztán tényleg egy felejthetetlen este marad. Nagyon nehéz meccs volt, de végül gondolom, hogy a jobb csapat győzött, és jobban akarta a kupagyőzelmet, és ez pedig az ETA volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, és örültünk neki. Hát ezzel szerintem minden zalai sportbarát így lehetett, és hát egy kupagyőzelmet pláne, úgyhogy az egész sorozat alatt csak egy gólt kapott a csapat, nem is nagyon kell megmagyarázni. És mi lesz a válogatott meccsről, ami a tornátok zárása lesz, úgymond a közös meccsnézés a Magyarország-Montenegro, pontosabban Montenegro-Magyarország, egy nagyon fontos idegenbeli selejtező meccs. Na ott mit vártok? Ez valóban nehéz lesz. Én úgy gondolom, hogy valóban hogy nem csak hogy fontos lesz, talán a legfontosabb mérkőzés és az egész sorozatban.
ugyanis én úgy gondolom, hogy a montenegrói csapatot sokan alulbecsülik, pedig egy borzasztó jó erőből álló válogatottról van szó, és ugye idegenben, Podgoricában, mondom, egy nagyon jó hangulatú stadionban, nagyon nehéz meccs vár a magyar csapatra, úgyhogy azért sajnos tudjuk, hogy pár igen fontos játékosunk nem lesz ott, például a Schäfer András, aki egyik nagy kedvenc, de hát nyilván azért függetlenül, ami válogatottunk, én úgy gondolom, a magyar válogatott a mérkőzés esélyese, de nagyon-nagyon nehéz meccs vár ránk. Nagyon bánom, hogy nem tudtunk megérkezni oda közösen a barátaimmal Podgoricára kiszurkolni a helyszínen, de nagyon kevés jegy volt, és nagyon-nagyon bonyolult lett volna a szervezés, de úgy gondolom, hogy akik itt Magyarországon és Zalaegerszegen belül közösen nézik a meccset, talán az az erő majd a tévén keresztül átmegy a válogatottnak, és akkor ők is ezt majd kiveszik a pályára, és egy győzelemmel térnek haza Montenegróból. Reméljük, hogy így lesz. Ha meg ti el tudtatok volna menni, akkor meg lehet, hogy torna nem lett volna, legalábbis nem június 17-én. Tehát aki teheti még egyszer, és még van pár hely, nevezze nyugodtan a Hajrá Magyarok focitornára, tehát június 17-e a Petőfi iskola műfűves pályán. Biztos, hogy nagy mérkőzések lesznek ott is. Köszönöm Balázsnak, hogy befáradt ide hozzánk. Mi pedig kosárlabdával folytatjuk, ahogy a bevezetőben említettem, mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál már befejeződtek a bajnoki küzdelmek. Ezt megvárva rendezte meg a hagyományos díjkiosztó ünnepségét az Zala megyei Kosárlabda Szövetség az elmúlt héten. 32. alkalommal díjazta a Zala megyei Kosárlabda Szövetség az elmúlt év legjobb játékosait és edzőit. Az ünnepség elején Balai Zoltán polgármester és Bodnár Péter az MKOS főtitkára köszöntötte a jelenlévőket. Mindketten kiemelték, hogy Zalaegerszeg városa és az országos szövetség között kölcsönösen remek a kapcsolat, illetve szóba kerültek a közeljövő változásai is. Miszerint július elejétől az ETL korábbi legendás centere Szűcs József veszi át a Zala megyei Kosárlabda Szövetség elnöki posztját dr. Villányi Antaltól, aki tiszteletbeli elnökként tevékenykedik tovább. Ezek után kapták meg a 2022-23-as év legjobbjai a díjakat. Az utánpótlás korú hölgyeknél a zalaegerszegi Ács Alexandra részesült elismerésben, míg a fiúknál az ETL korosztályos válogatottja Szalai Domonkos kapta a serleget, aki az idei szezonban a negyedik helyezett felnőtt csapat tagja is volt. Mondhatom, hogy idáig, amíg óta fenn vagyok a felnőtt csapatnál, a legsikeresebb szezonunk van. Nyilván szerettük volna ezt egy bronzéremmel megkoronázni, sajnos ez nem jött össze, viszont úgy gondolom, hogy a csapat mindent kiadott magából, és ami bennünk volt, azt mindent megtettünk, ezért a bronzéremért sajnos nem jött össze, talán jövőre sikerülni fog. Nekem ez egy nagyon hosszú szezon volt ugye a válogatott behívókkal együtt, szerencsére ismét visszakerültem a válogatotthoz, úgyhogy ez egy hosszú szezon volt, most egy pár hét pihenő, a szezonban úgy érzem, hogy lett volna még bennem, úgyhogy nem vagyok teljesen elégedett magammal, de remélem, hogy itt a nyári felkészüléssel ki tudok hozni mindent magamból, és úgy fogom elkezdeni a szezont, hogy 100%-osan kész legyek a következőre. A felnőtt férfiaknál az ETE amerikai irányítóját, Liam O'Reilly-t látták a legjobbnak. Szalai Domonkos csapattársa azonban már hazautazott a tengeren túlra, így nem tudta átvenni a díjat. Ott volt viszont a felnőtt női kosarasok idei legeredményesebbje, az ETE NKK játékosa Jurko Noémi. Gondolom, hogy mindenki hozzátette a maximumot, igaz, hogy voltak hullámvölgyek, és játszhattunk volna néha jobban is, de úgy gondolom, hogy egy kicsi hiányzott volna az a plusz, ami tovább lendített volna minket a feljutáshoz, illetve a rájátszás további lépéséhez. Hát az én saját teljesítményemmel hát sosem lehet megelégedni szerintem, úgyhogy mindig van feljebb, de ennek a díjnak nagyon örülök, meglepődtem, amikor rám esett a sor, és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felnőttként is átvehetem ezt a díjat. A legjobb edzőnek az Alakerámia ZTE csapatát 6 év után újra a legjobb négy közé dirigáló Sebastian Krasovecet választották. A megyei bajnokság legjobb játékosa az ZKK-s Cukor Bence lett.
A kosárlabdáért Zala megyében díjat idén a nagykanizsai edzőpáros Gábor Erzsébet és Kovács Magdolna, illetve az ETF férfi gárdájának korábbi technikai vezetője Németh István vehette át. Kosárlabda után pedig küzdő sport. Szeptember végén ugyanis nagyszabású viadalt rendeznek majd itt Zalaegerszegen. Az MMA, azaz ketrec harc nemzetközi verseny lesz majd ez, és erről sajtótájékoztatót is tartottak az elmúlt héten. A családi programokon zalaegerszegi küzdősport egyesületek, valamint kadétok tartanak közelharc bemutatókat. A résztvevők a toborzó irodában tájékozódhatnak arról, miként lehet katonai szolgálatot vállalni, miközben megtekinthetik a honvédség korszerű eszközeit. Szeretnénk bemutatni egy VR szimulátort, amiben egy kicsit átélhetik az érdeklődők majd azt, hogy milyen katonának lenni, milyen különböző terepviszonyok között harcolni, vagy éppen célba lőni. Ezen felül lesz egy Gripen szimulátorunk, tehát a repülés szerelmesei próbálhatják majd ki egy kicsit a repülést. A rendezvény egyik védnöke Balajt Zoltán polgármester, aki elmondta, az MMA világbajnoksághoz kapcsolódó családi napot a honvédséggel közösen szervezik. Azt gondolom, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés, hiszen különlegességekkel készülnek. A másik ok, ami miatt szívesen támogatjuk, az az, hogy jótékonysági a rendezvény, hiszen a helyi zalaegerszegi koraszülöttmentő és gyermekintenzív alapítványnak fogunk gyűjteni. A harmadikok pedig, talán a legfontosabb, az pedig az, hogy itt dőlhet el a helyi zalaegerszegi hősünk Molnár Benjaminnak a világbajnoki címe. Molnár Benjamin 5 éves korától kezdve birkózott. 17 évesen új sportágat választott. 2008. augusztusában profiként debütált az MMA-ban. Ősz elején szülővárosában megküzdhet a szakág rangos díjáért. Ez azért mindenképpen nagy szó, tehát nekem ez a pályafutásom tényleg a csúcsa, tehát MMA-ban még nem voltam világbajnok, ugye combat wrestlingben Európa is világbajnok vagyok, de MMA-ban még nem voltam világbajnok, ugye német bajnoki címem van, és akkor reméljük, hogy most nemzetközi címem is van, és akkor reméljük, hogy most meg lesz a világbajnoki cím is. A gálán élvonalbeli harcosok szállnak majd ringbe. 5 országból 20 versenyző érkezik a Zalai Vármegye székhelyre. Nagy öröm számunkra, hogy hazai versenyzőt is felvonultathatunk. Egy világsztár is jelen lesz a rendezvényen. És nagyon reménykedünk abban, hogy teltházas lesz a rendezvény, hiszen, mint említettem, egy jótékonysági rendezvényről szó, és szeretnénk, hogyha a mérkőzések végén minél több magyar kéz emelkedne a magasba. A sportesemény vendége lesz Ernest Hughes, négyszeres K1 világbajnok. Hungary is a nice country. I enjoy being here. Szeretek Magyarországra látogatni, mert olyan ország, amit nagyon megkedveltem. 2001-ben jártam itt először K1 tornán. Örülök, hogy szeptember 30-án itt lehetek a gálán. Bízom benne, hogy nagyon színvonalas lesz, remek mérkőzések lesznek, szép kiütések, igazi közönségszórakoztató rendezvény lesz. A világbajnok kézjegyével ellátott MMA kesztyüket a rendezvény védnökeinek ajándékozták. Balait Zoltán és Víg László a dedikált példányokat a jótékonyság jegyében licitre ajánlotta fel. Az aukció 50 ezer forinttal szombat délelőtt elkezdődött. A befolyt összeget a gyermekosztály alapítványának adják át. Műsorunk végén pedig egy-két atlétikai eredmény, hiszen a Zalaszám Zac fiatal sportolói mind itthon Zalaegerszegen, mind pedig Győrben is szerepeltek az elmúlt hétvégén. Itthon a 3B Hungária kupán mérték össze a tudásukat a Nyugat-Dunántúli régió legjobb U12-es korosztályú versenyzői, és a Zalaegerszegi Atlétikai Klubból kiemelkedett Németh Lujza, aki távolugrásban és 50 méter gátfutásban is aranyérmet szerzett, illetve tagja volt a Zalaszám Zac bronzérmes futóváltójának is, 4x50 méteren, Márton Sára, Henci Dorka és Katona Nóra társaságában. A fiúknál a súlylökésben második helyen végzett Balló Szopós Bálint, harmadik helyen pedig Takács Gergely, mind a ketten az Zalaszám Zac sportolói, és itt is a 4x50 méteres futóváltóban dobogóra ért a harmadik helyre a Zalaszám Zac kvartettje, Egyed Benet, Szabó Áron, Szabó Gábor és Balló Szopós Bálint négyese.
Gratulálunk nekik. Az U14 és U16-os korosztály pedig Győrben versenyzett. Itt az alaszámzac összesen 8 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Kiemelkedett az U14-es korosztályban Bella Mátyás, aki háromszor is a dobogó legmagasabb fokára állhatott, magasugrásban, távolugrásban és ötösugrásban is diadalmaskodott. Az U16-osok mezőnyében pedig Nagy Roland súlylökésben és diszkoszvetésben szerzett aranyérmet, Bod Bálint pedig 2 futószámban győzött, és hát ahogy említettem, a 8 arany mellett még 2 ezüst és 4 bronzot is hazahoztak a zalaszámzac atlétái. Úgyhogy gratulálunk nekik és edzőiknek is egyaránt. Mi pedig ezzel műsorunk végéhez értünk, és június 19-én még egy arénával várjuk majd önöket itt a nyári szünet előtt. Addig is megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. A műsorvezetőt öltöztette Braga. Stílus, elegancia, siker.